Szeretettel üdvözöllek. Ugye sok férfival beszélgetek, és egyebek között van az erőtér, férfi klub, és így is egyáltalán az élet sok férfit az utamba sodor, és egy ilyen visszatérő téma az, hogy szakítottam, mert már nem volt lelkesítő a nő. Valahogy így elmúlt a nagy lángolás, már úgy nem pezsgett bennem az, amiről azt gondoltam, hogy pezsegnie kéne, és hogy akkor én tovább mentem. És én ezt nagyon sokat csináltam, én is. És nagyon soká gondoltam azt, hogy valahogy az igazi férfinő kapcsolat, amire nekem szükségem van, az, amikor ilyen perzselő vad szenvedéllyel érzek a nő iránt. És aztán egyre több tapasztalatom gyűlt arról, egy jó 10 évet töltöttem konkrétan ezzel, tehát ilyen párkapcsolat kezdeményekkel, másnéven nőcsábászatnak is nevezhető tevékenységet folytattam 10 éven keresztül, ami mindvégig erről szólt, hogy de nekem kell a vad szenvedély, kell az a nő, aki iránt én ezt a vad szenvedélyt érezhetem, és aztán újra vagy felperzselt minket, és olyan szinten szedtük szét egymást, két vágy, két ilyen lángcsóva, két ego, hogy tényleg ilyen atomkatasztrófa lett belőle, akkora ilyen robbanó lángok csaptak ki a kapcsolatból, és vagy ezért nem működött, vagy pedig kiégett a láng, és így elmúlt a lelkesedés, és akkor azért mentem tovább. És aztán ez megváltozott, és ezért készítem ezt a videót. Nekem az a tapasztalatom, hogy az én férfi életemben, és ezt újabban általánosítom, szerintem a férfi életében nem a nő kell legyen a lelkesedés forrása, amiben nekem egy ilyen nagyon késői felfedezés volt, hogy egyáltalán lehet más. És az derült ki, hogy igen, és ezt én nem úgy tanultam, hogy egyszer csak rájöttem, és akkor elkezdtem nem keresni a lelkesedést a kapcsolataimban, hanem úgy tanultam, hogy egyszer csak megtaláltam a lelkesedést az életben. Találtam egy olyan tevékenységet, egy olyan ügyet, egy olyan küldetést, egy olyan harcot, ugye ezért beszélek erről mindig. Én férfiként felfedeztem valamit, amiben én valóban hasznos lehetek, amiben én jó vagyok, amit én szívesen csinálok, amit én örömmel adok, ami nekem gyakorlatilag ilyen játszik könnyedséggel megy. És ez így egész egyszerűen átvette, az így elszívta, felszívta, felhasználta, felemésztette minden lelkesedésemet. És ez volt az, amitől sikerült levegyem a lelkesedés iránti követelményt a nőről, a társról. És itt tanultam azt, hogy én akkor működöm jól, ha engem a küldetésem lelkesít, és a nőt szeretem. És nekem ez működik, amit lehet persze sarkosan úgy is mondani, hogy a férfi valóban a munkájába szerelmes. A helyén levő férfinek a lelkesedése az a világban van, a dolog, amit hozzá akarok tenni, ami lelkesít, amiben én jó vagyok, amihez csapat, társak, együtt csináljuk meg, és a nőt megszeretem. És azt látom, hogy így visszatekintve a saját utamra is, meg a hozzám kapcsolódó férfiakat figyelve, hogy ez egy ilyen klasszikus tünet, amikor a nőt a férfi azért hagyja el, mert már nem lelkesít. Klasszikus tünete annak, hogy nincs meg a lelkesedése, nincs meg férfiként a helye, nincs meg az ügye, a dolga, a küldetése. És ezért rettentő fontos szerintem, hogy párt keresni fölösleges férfiként. Teljesen fölösleges energiapocsékolás párt keresni, hanem merni kell kiállni és merni kell felvállalni magam, ami által fokozatosan elfoglalom a helyem a világban, megtalálom a lelkesedésemet, és így leszek lelkesítő a nő számára. Mert ugye a nőknek ez egy ilyen alapvető szükséglet, erről volt már videó, hogy a férfi az ő számára lelkesítő legyen. És ez a férfiaknak felelőssége. Úgyhogy ha esetleg lelkesedés hiányod van egy párkapcsolatban épp, akkor így magadban kezdj vizsgálódni. Hogy oké, de akkor így hogy állok a munkámmal, hogy állok az ügyemmel, hogy állok a dolgommal, hogy állok a küldetésemmel. Nem lehet-e, hogy ahelyett, hogy most így hibáztatom a nőt, vagy hárítom, vagy tényleg leselejtezem csúnya szóval, mert nekem kell egy fiatalabb, kell egy lelkesítőbb. Nem lehet, hogy a lelkesedésbe kéne inkább a világban, a munkámban, a karrieremben tovább lépni. Sokaknál látom ezt, hogy előbb szakít, előbb válik, előbb mindegy, szeretője lesz, és csak jóval később jut oda el, hogy hát tulajdonképpen az élete akad. Ha a párkapcsolat akad,
az mindig következménye annak, hogy az élet általában akad. Minden, ezt is gyakran mondom, ez a megfigyelés, hogy minden magánéleti válság mögött végül a férfi karrier válsága van. És ez ilyen lenyűgözően fontos, úgyhogy férfiak, hajrá, előre, tovább, a lelkesedésedet a világban találd meg, és a nőt pedig szerest. Köszönöm szépen a figyelmet!